a forrás. Krisztusban, kedves testvérek, jövő év szeptemberében, szeptember 13-án megtelik több mint 70 ezer emberrel a két hét múlva, azt hiszem, átadandó, gyönyörűen újra felépített Puskás stadion. És ez az Eukarisztikus kongresszusnak a nyitó szentmiséje csak gyenge előképe annak az örök ünneplésnek, annak az örök Puskás stadionnak, amelynek a nézőit, lakóit ma ünnepeljük. Azokat ünnepeljük ma, akik már valóban megérkeztek és helyet foglaltak a mennyei stadionban, akik már a mai olvasmán szerint az Istent áldják, dicsérik és dicsőítik örökköd örökké. És éppen a mai ünnep, amelyet beárnyékol, amely már az Eukarisztikus kongresszusnak az árnyékában, az előkészületi évében van, talán jó ünnep, hogy mi is ne csak a jövő évi nagy megnyitó szentmisére készüljünk fel, hogy ott a lelátókon van mi is, az Eukarisztiában közöttünk lakó Istent fogjuk dicsőíteni, hanem kedvet és lelkesedést kapjunk ahhoz, hogy ne csak a budapesti arénába, hanem majd ebbe az örök mennyei stadionba is eljussunk. Azt látjuk a mai olvasmányban, hogy azok a szentek, akik eljutottak oda, a nagy szorongattatásból jöttek, úgy, mint mi. A mi életünk is egy nagy szorongattatás igazából, egy nagy szorongattatás közepén éljük életünket. És ők, akiket ma ünneplünk, a minden szentek, a Szent János evangélistának a látomása szerint azért tudtak bejutni ebbe a stadionba, a mennybe, oda, ahol már nem éri őket el a Földnek a szorongása, a félelem, a halál, sőt még a bűn sem, és a bűn következménye sem, mert ruhájukat fehérre mosták a bárány vérében. A bárány vére volt, ha úgy tetszik, nem csak a meghívó, az Úr Jézus azért halt meg, hogy meghívjon bennünket ebbe a mennyei stadionba, a mennybe, de a bárány vére volt a belépő is egyben. És ők, mivel éltek ezzel a meghívással, és ruhájukat fehérre mosták a bárány vérében, éppen a bárány vérének ez a ki nem apadó forrása juttatta be őket a mennyei arénának ebbe az örök hajlékába. Olyan jó lenne, már olyan jó lenne, hogyha mi is valamit érezni, ízlelni tudnánk minden szenteknek a mai öröméből, abból az örömből, amelyet nem árnyékol be semmi, abból az örömből és dicsőségből, amelyre mindannyian testvérek hivatottak vagyunk, mert Krisztus értem is, érted is meghalt. A kérdés már csak az, hogy vajon tovább folyik-e a bárány vére? Vajon elapad-e az a forrás, ahonnan a bárány vére ömlik ránk emberekre? Nem is tudjuk, testvérek, hogy micsoda profétai látomása volt a magyar katolikus püspököknek, amikor a kongresszusnak a jelmondatát éppen egy forráshoz hasonlították, hogy minden forráson belőled fakad. És milyen szép, hogy az országban talán egyedülállóan nálunk láthatjuk azt a jelmondatnak a megelevenítését is. Hogy ez a forrás, amely számunkra nem csak a meghívó, de amely számunkra a belépő is, nem apadt el. Ez a forrás ma is, ahogyan láthatjuk itt a templomban, ez a forrás ma is fakad, ma is árad, nem szárad ki. Mindenkor minden emberét meghívja, és alkalmassá teszi arra, hogy belépjen ebbe a mennyei örök stadionba, arénába. Éppen az Eukarisztia, a bárány teste és vére válik azzá forrásá, ahol nem csak megízlelhetem már most a minden szentek örömét, de éppen az Eukarisztia, a gyakori szentáldozás, egy-egy minden szentmise a minden szentek dicsőségébe kapcsol be bennünket. Ó, micsoda forrás az Eukarisztia, meghív és alkalmassá tesz, sőt, már valahol a szentek
dicsőségébe ízlelhetünk bele. Testvérek, a mai ünnep, amikor feltekintünk ebbe a mennyei stadionba, arra hív, hogy minden szentmisével és minden egyes szentáldozása keltsük fel magunkban a vágyat, a lelkesedést arra, hogy a bárány vére azért folyik, ez a forrás azért fakad ki, hogy téged is meghívjon, és te is eljussál ebbe a mennyei arénába. A másik olvasmányban azt láthatjuk, hogy szintén Szent János arról ír, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, csak még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. És hogy ez a világ azért nem ismer bennünket, mert az Isten sem ismeri. Vagyis, hogy ez a világ próbálja a maga kis isteneit felállítani. Nézd csak meg, a mai világ, a wellnessek világa. Már is egy hosszított hétvége van, és az emberek rohannak a wellnessbe. De nézd csak meg, hogy ma milyen vizet akarunk inni. Élelmiszer bolcsainak a polcai tele vannak változatosabb ásványvizeknél, sőt, már a gleccserekből is nyert vízzel is tudjuk oltani a szomjunkat. A világ bennünket mindig meg akar győzni, hogy az általa kínált víz, az általa épített stadion, az általa a világ által neked adott bálvány Isten értékesebb. Ez az igazi, ez a jó. Hát nézd meg, mennyi fajta, milyen nagy kínálat, csak az ember már választani sem tud. A világ erről akar meggyőzni téged, miközben ebből a forrásból, amely forrásnak a vizéből a ma ünnepelt szentek eljutottak a mennyei dicsőségbe, a mennyei stadionba, ez a forrás, testvérek, mindennél finomabb, mindennél pezsgőbb, minden szerves anyagnál többet tartalmaz magában. Ez az az igazi, friss, örök friss forrás, amelyet sem az idő, sem az emberi élet mulandósága nem képes beszennyezni. Ezek a szentek, akiket ma ünneplünk, testvérek, nekik igényük volt a tisztább vízre, az igazi forrás vízre. Bizonyára említettem már a testvéreknek, hogy hallottam egy olyan országos bajnoknak a tanúságtételét, aki az egész életét arra építette, hogy az ő nyakába fog lógni az aranyérem. Mennyi átszenvedett nap, korai kelés, késő éjszaka, lemondás. És amikor megnyerte ezt az aranyérmet, nyakába tették, és ment haza az édesapjával, és azt mondta, hogy én olyan üresnek érzem magam. A szentek azok, akik nem elégedtek meg a világ által nyújtott pocsolyás, talán már kicsit posvat vízzel, hanem mindig az eukarisztia friss, forrásozó vizéből akartak inni, mert rájöttek arra, hogy az ő szívüket csak is az Isten képes betölteni, senki és semmi más. Micsoda nagy hivatásra vagyunk hívva, micsoda nagy az ember méltósága, az ember küldetése, hogy nem érhetjük be kevesebbel, mint az Isten, mert ha igen, boldogtalanok leszünk. És hát ez a forrás számunkra nem más, mint az eukarisztia. Az eukarisztiában minden elem, minden természeti kincs, az ember szívének minden vágya ott van. Krisztus ezt kínálja, hogy ne elégedjünk meg a világgal, hanem törjön a mi szívünk a minden szentek dicsőségébe. És az evangéliumban a 8 boldogságot hallottuk, azt a 8 boldogságot, amely a keresztény élet alkotmánya. A 8 boldogság a kereszténység. De mit jelent a 8 boldogság? Hogy hát nehéz szelídnek lenni, nehéz megbocsátani, nehéz tiszta szívűnek megmaradni, nehéz türelmesnek lenni, nehéz az élet minden helyzetében Krisztusinak maradni. Nehéz. És a szenteknek is ez nehéz volt. Itt járt nemrégiben egy
egy olyan apát, úr, aki hát nem igazán volt jóban a püspökével. Egymásnak tettek egy keresztbe, ahol tudtak, és amikor a püspök egyszer meglátogatt őt a templomában, éppen valami ablakot avattak, akkor hát akkor azt mondta ez az atya a püspökének, hogy tudja, püspök atya, ezek a szentek, akiket ma itt az ablakokon csodálunk, akiken keresztül átjön a fény, azért tudtak fent lenni, mert sokszor voltak lent. Igen, a keresztény embernek az élete nem sétagalom. A keresztény ember is megtapasztalja a lehúzó erőt, hogy nem egyszerű Jézusi módon élni. De éppen az eukarisztiából fakadó forrás, testvérek, ez az igazi energiaital, ez az igazi reggeli kávé, ez az, ami felpörget bennünket, ez az, ami újra és újra erőt és lendületet ad, hogy ne essünk kétségbe, hogy erőnket ne veszítsük, hogy amikor nehéz és már nem bírod, akkor áldozzál és lesz erőd. Áldozás nélkül nem lehet keresztény Krisztus életet élni, mert elfogy az erő. Kedves testvérek, hát nem de ezt a logót, ezt a forrást tűztük ki egy pár hete a ruháinkra. Arról a forrásról teszünk tanúságot a kitűző mindennapos viselésével, amely forrás ma is fakad, ma is felém árad, amely forrásnak a vize mindennél frissebb, és amely forrásnak a vize táplál, felüdít, erőt ad, hogy bírd az utat. Olyan jó lenne, hogyha ez a rajtunk viselt kitűző ne csak a ruhánkat ékesítené, de az életünket is. És mi mással, vagy jobban mondom, ki mással, mint Banga Bélával zárjuk a mai gondolatunkat, annak a Banga Bélának a már egyszer felolvasott elmélkedésével, aki az 1938-as kongresszusnak a főszervezője volt. Ő így elmélkedett az eukarisztiáról. Visszaszáll a lelkem a múltba. Szüzeket látok és vértanúkat, akik liliomot tartanak kezükben és pálmát lengetnek. Csodálva kérdezem őket, ti virágai az emberiségnek, ti emberfeletti emberek, mit tett titeket oly nagyjá, oly erőssé, hogy szembe tudtatok helyezkedni mindazzal, amit a test kíván és az élet ígér. S valamennyi egy titokzatos fehér kenyérre mutat, s az oltára, amelyből mint élő szökőkútból árad a láthatatlan erő, a krisztusi lendület, a természet fölöttiség csodás varázsa, a hősiesség és a lelki nagyság vérhulláma. Látok férfiakat és nőket, ifjakat és lányokat, akik mind húsból és vérből valók, s mégis megállták a helyüket a legnehezebb harcokban, és diadalra vitték törékeny testükben a lélek és a keresztény eszmélység örök igényeit. Honnan merítették erre az erőt? Kérdem tőlük, s valamennyi így felel, az oltári szentségből. Krisztus eleven testének s vérének vétele edzett meg bennünket, és az oltott isteni erőt emberi erőtlenségünk törzsébe. Azt tisztította meg, s hasonlította át a mi vérünket, hogy Krisztus szíverése lett a mi szívünk dobogása. Oltári szentség, ami jó és nemes, tiszta és hősi volt valaha a kereszténység történetében, az mind a te csodád, a te varázsod, a te ihlető erőd nagyszerű eredménye. Amen. Istenem,